Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a most látható műsor kulturális sokkot és utazási rohamokat okozhat, ezért megtekintését minden korosztálynak ajánljuk. Hat óra, három percre sikerült összepakolni, hát kb. Egy órát kínlódtam. Olyan vizes minden, mintha slaggal öntözték volna, pedig nem esett az eső. Teljesen vizes volt, hát fullra a sátorba kívül belül. Nagyon párás. Érdekes egyébként, nem gondoltam volna, mert ahol tegnap voltam a focipen, az is egy nyílt rész volt, és ott csontszáraz volt minden. Mondjuk hajnalban még már fújt a szél. Íme itt a bringa. Még azért nincs összerakva, mert gyönyörűek ezek a párás völgyek, úgyhogy mindjárt oda bentébb megyek, és ott föl fogok szállni az oszlopok között, amíg a falu még alszik, mert ott a boltba észrevettek, már ott cigarettáztak, és nem nagyon láttak még itt ilyet, úgyhogy itt csodálkoztak. Azért is mondtam nektek reggel, hogy pakolok és megyek, hogy nehogy esetleg valaki kinyilvánítsa a nem tetszését, de nem volt semmi gond. Az éjszaka az fantasztikusan nyugodt volt. Itt volt valami ugatás, a frászt hozta rám hajnal kettőkor. Csak itt valahol mellettem ugatott egy kutya, aztán kinéztem, elment. Egy teljesen nyugodt és csendes éjszakán volt. Ott a hegy túloldalán gyűlnek a felhők, abból lesz elvileg eső még délelőtt. Amit még este az elköszönőben elfelejtettem mondani, a leglényegesebbet, hogy fürödtem tegnap, képzeljétek el, fürödtem, ugyanis kellő sötét volt, nekivetkeztem, és itt lementem ide a folyóba, aztán szépen megmosakodtam, úgy alá natúr, ahogy vagyok, úgyhogy nagyon jól esett, teljesen tiszta vagyok, olyan, mintha valami kempingbe szálltam volna meg, csak 0 euróba került. Hát itt ki is van téve a park, és ilyenek mászkálnak itt benne. Azért nem is célszerű azért annyira bent kempingezni, nehogy itt becsöngessenek a sátorba. Ebbe a boltba voltam este, és itt mondták, hogy nyugodtan kvártéjozzam magam be oda, és akkor ott annak a háznak a hátába voltam, és közben a hegyek között most bukkan ki a nap, így sikerül az oszlopon keresztül megmutatni. Itt egy ilyen tájház, egy ilyen régi tájház, ilyen román tájház, nagyon komoly. Hát, amíg vártam volna, egy picit kibukkan a nap, de ébredezik a falu, az a baj, ott az nem volt egyébként, amit mutattam, az Varroda, és már ott dolgoznak.
Nyilván, ahogy közelítek a hegyhez, úgy a nap az egy jó darabig még nem fog látszódni, ennek okán meg hűl a levegő. Minden csatakvizes, a biciklitől kezdve minden. A nyelket nagyjából letöröltem, meg a markolatot. Azért, hogy a ma est, vagy a mai résznek ne az legyen a címe, hogy lángoló seggek. Közben, csak hogy elvarjam azt a tegnapi szállat, mondtam itt a kempinget már itt a nap végén. Hát egy feliratot nem lát, ja, itt van. Aha. Itt kell valahol lemenni. Pont belekezdtem, hogy le van zárva az egész út itt lefelé. Na hát, ha belátunk, mert lehet, hogy nincs is nyitva, vagy úgy működik, hogy bemész, aztán sátrazol, ahogy tetszik, csak most itt is, hogy fizettem volna érte. Érted, ugyanolyan vizes vagy, meg hideg van ott lent, talán még hidegebb itt. Ugyanis én egy ilyen magaslaton voltam, meg méhészet van itt mellette. Az is szép volt, tegnap elmentem egy mellett, és akkor így repkedtek, így csapódott a sisakomnak, meg egy a kesztyűmre szállt. Közben itt meghadakoztam magam az első kutyával, de hát visszatessékeltük a helyére. Nem fogjátok látni, de van ott valami füves terület, talán most egy picit. Aha, az lesz az. Igen, az lenne ez a kemping. Hát nincs ott senki. Ott van egy ilyen lakókocsi, de az fixen oda van rakva. Hát az lenne az a kemping közvetlen az Aranyos folyó mentén. Nagyon jó, hogy így alakult. Nagyon jó. Most meg kell álljak majd kipakolni a sátrat, mert gyakorlatilag olyan, mintha beáztattad volna, és úgy van eltéve. Ide, mire be fog jönni a nap, az 8 óra, fél 9. Ott, ahol voltam, ott már most valószínűleg süt. De ez mire fölmelegszik, meg szárít, hát ezek órák kérdése. Addigra én simán odaérek. Közeledem így a hegyekhez, hát borzasztó nagy azt a mindenit. Ereszkedem befelé a völgybe, így egyre mélyebben. Honnan mondjuk messziről látszott, ahol sátoroztam, hogy nem kicsi, de így már most brutális. Fantasztikus ez a folyóvölgy, teljesen beszúrdokosodott. Itt hömpölyög mellett elég nagy sodrása van. És mindig ilyen sárszínű. Még a forgalom nem indult be, hát 10 perc múlva lesz 7 óra. 39 km torda, de ami miatt visszafordultam, az inkább ez. Végre már besütött a nap. Egyből lett 12 fok. Ezt mondom nektek, hogy ez nagyon jó döntés volt tegnap, az ott meg nagyon nagy szerencse is, hát itt semmi nincs sehol. De susnya. Minden ilyen pihenő, pados izé, ami volt itt, mindenhol van ott három kutya hozzá. Mondjuk azok ilyen nyugodtabbak, de hát most ott akkor se tudsz aludni. Úgyhogy az nagyon jó ötlet volt így tegnap. És visszatértem Kolozs megyébe újra. Ugye tegnap léptem át Albába, az Fehér megye. Egyébként a kolozsi utak jobbak. Simább. Tegnap délután 2 óta jövök ezen a folyóvölgyön, de hát soha nem fog elfogyni. Soha. Egyébként ez az út, ez a 75-ös út, ez Nagyvárattól, Oradeától jön Tordáig. Belényesen keresztül. Visz, és megkerüli a Szigethegységet délről. Zsenge panzió, eladó egyébként, aki úgy dönt, hogy szeretne a szállodaiparba lenni. Na már most csak átjön a nap néha. Mindig megmosolygom, amikor kitesznek ilyen hangulatok, pillanatokat, hogy jaj, de jó, és akkor ott szorongatják a bögre kávét, meg a teát, és jaj, de szeretnék itt élni. Ha gondolj már be, ember, 3-4-1-80, nem sütött még be a nap nyáron, júliusban, meg lehet fagyni, olyan hideg van. És délután 5-kor már megint árnyékba leszel nyáron, akkor milyen lehet télen? Egyébként tényleg szép így látványba, hogy a tévén keresztül pár percig nézni.
De szerintem itt élni, hát ez kegyetlen. Nagyon párás a levegő. Na, jöttem 30 kilométert, se kép, se hang, ilyen semmilyen falvak között. Nem csökken ez a szurdokvölgy. 374 méterre ereszkedtem, körülbelül 30 kilométer alatt egy 100 méter szintet veszítettem. Közben akkor egy barom vagyok, itt nézem a tájat, melyek a tegnapi trekkem után mentem még, illetve hát ez már a mai trek lett volna, csak egy olyan kétharmaddal előrébb vagyok. És ez visz tovább ide föl, itt lett volna egy kemping, mert hogy azt terveztem, hogy oda szállok meg. Aztán rájöttem, hogy annak semmi értelme, mert ott nincs semmi, tehát egyébként ez egy nagyon jó hely, aki ott gyalogtúrázni akar, ott a hasadékba, mert én nem akarok gyalogtúrázni, úgyhogy most nemrég mentem el a... Most egy direkt nem vágom ki nektek, hogy tényleg senki nem jön percek óta, na mindegy. Szóval... Ez ilyen gyalogtúrázóknak van, hogy egy nagyon jó kemping, viszont nekem meg itt lett volna egy 107-es út leágazás, és amellett eljöttem. Tehát egy pár kilométerrel pluszba vagyok. Szóval, hogy most visszafordultam, megkeresem a 107-es út leágazást, és hát annyira nem kell keresni, mert nem sokára itt lesz, egy 3 kilométer túljöttem. Sajnos abban az esőből lehet, hogy lesz valami. Addig jó lenne Torockóra beérni, ez egy világörökség része falu, egy gyönyörű szép falu, ott mindenképp szeretnék egy picit többet megállni és szétnézni. És hogyha ez megvan, akkor megyek tovább délnek. Jönnek a nagyobb városok, Nagyenyed, Gyulafehérvár, és majd időben meglátom, hogy mit tudok kihozni belőle, illetve megnézzük, hogy az időjárás mennyire szól bele ebbe a programba. Uratom ezeket a brutális sziklafalakat, és mindjárt a folyóra rálátunk, így szemből. A leágazásom, a 107-es út, elhagyom az aranyos völgyet, itt éppen megyek át rajta, újítják a hidat. Nem túl bizalomgerjesztőek a felhők. Ezért remélem legalább az út az jó lesz. Leágazást itt ennél a hegynél, ahol eltér az út. Ez a települést úgy hívják, hogy Borrév. Románul úgy van, hogy Buru. És itt kezdődik itt egy kis emelkedő. Egyébként közel 8 kilométerre van Torockó innen. Van bent egy monostor. A torockói monostor. Itt lehet belépőd megfizetni, nem tudok most úgy hátrafordulni. Közben már csúcsosodnak a sziklák. Picit tempózom, annyira már itt 6-7%-on lehet, mert elég borult az ég, és hát mondták az eső délelőtt. Úgyhogy nem itt a francba akarok ázni. Már gondoltam, hogy ott van múzeum, vagy valami kajálóhely, mert pedig ott biztos, hogy lesz. Akkor addig elütöm az időt valamivel. Igen, jó kis hely, és a túloldalt meg egy másik monostor. Vannak ám az ikonokból bőven. Sajnos nem tudom, hogy mit jelent, nem értek hozzá. Annak idején utánolvastam 18-ban, amikor volt egy háromnapos túrám itt, de bevallom, hogy elfelejtettem. Közben helyesbitek, mert kolostor volt ez szerintem, nem monostor. Az első volt a monostor. Itt egy apácát láttam, itt nagyba építkeztek, úgyhogy valószínűleg ebben ők vannak. Nekem meg közben már 3 kilométeren belül vagyok. Rimiteához, azaz Torockóhoz. Ez itt szállás, gyerekek. Magyarul is ki van írva. Tudjátok mit? Meg is fordulok és megmutatom. Ha valaki jön erre.
El is mondom, 07 41 473 148. Logár Dude Piatra Facebook. Itt a másik mellett a bungalow kempinggel. Itt is végig nagyon jó. Azt a mindenit. Közben mutatom a látnivalót. Azt nézzétek meg. Nem semmi. Kisütött a nap közben. Visszakapaszkodtam 486 méterre, 380-ról, egy százast körülbelül. Fantasztikus látvány van, hogy kisütött a nap a sziklákra. Jó, sunyi 5%-a nem emelkedik az út, már 500 felett vagyok picivel. Ki volt írva, hogy Torockó 1 km, de azt nehogy azt higgyétek, hogy az ilyen 2 perc. 6-7%-on egy kicsit több lesz. Brutál kilátás van, már nem tudom, hanyadik kempinget láttam. Ó, és most igen arra gondoltok, amire én, hogy meg kéne itt szállni valahol, ez nagyon jól néz ki. Hát egy nappal előtte vagyok a tervemnek. Holnap kellett volna onnan a másik kempingből indulni reggel, és eljutni valahova 100 sebeshez, ehhez képest egy 50 kilométerrel bentébb vagyok. Nem tudom, majd meglátom, majd kitalálom. Ez pedig már itt akkor Torockó. Torockó egykori bányászváros, a Székelykő 3-as csúcs alatt található, a lakói betelepült székelyek. A település Erdély legnyugatibb székely végvára, és talán az egyik legszebb faluja is. Az Erdély középhegység keleti részén elterülő Torockói hegységben található. Maga a név az egy vaskő vassalakot jelent, mert a város alapvetően egy bányászváros volt. Történetére jellemző, hogy a kunok betörései miatt a meggyengült magyar lakosság mellé németeket is telepítettek. ...1999-ben Európa Nostra díjat kapott a kulturális örökség megőrzéséért. Nagyon sok nevezetessége van, van egy erődített unitárius templom, jellegzetes házai népviselete, népi iparművészeti múzeum van, illetve a Székelykő a település mellett magasodó 1129 méter magas hegy. Illetve amit most láttok, a vajor, ami eredetileg fából készült, ma már betonból épült medencécske a templom téren, amely a tilalmasról lefolyó patakvizét felfogva képez hangulatos vízfelületet. A helyi asszonyok szőnyegek és nagyobb kelmék mosására használják. Ugyanakkor található még Ida néni múzeuma, illetve a főtér a fehér házakkal és a sejtelmes sikátorokkal, romantikus utcákkal.
bementem a boltba, tettem egy jégkrémet, hogy a vércukrom rendbe jöjjön. Most az a baj, mindjárt mutatom. Mutatom a mai időjárást, ez a holnapi. Ez a mai. Mindjárt megjön az eső, és nem délelőtt fog esni, hanem tulajdonképpen ilyen egész nap kisebb megszakításokkal. És amerre néztem az utamat, Nagyenyed felé, az még innen 30 km. De gyakorlatilag ott is, úgyhogy ez a térség, ez ilyen hol esik, hol nem lesz. Hát az történt, hogy úgy döntöttem, hogy nem kínlódok itt, kijöttem itt oldalra, ott van Torockó, ott volt egy lekötőút, eljöttem a végéig, de fölvettem a sátrat, hogy megszáradjon, vásároltam kaját, ez gyönyörű kilátás egész végig, ahogy láttátok az előbb, és úgy döntöttem, hogy én itt várok, megvárom, hogy mi lesz, ha szívok és egész nap esik, itt maradok, ha délutánra kisüt, akkor tovább megyek, és ebből a percbe kezdett el esni. Amíg várom az esőt, illetve most pont éppen elállt, sörtesztet csinálok. Van ez a Moretti, egyébként ez olasz sör, Olaszországból származik. Ez egy egész jó sör, árba is teljesen jó. Illetve lesz egy másik, hát ő már elfogyott, el nem mondjátok senkinek. Lesz egy másik, ez a Csikasz, ez ilyen nagyon sztereotíp román sör. Hát ez 3,5 lej volt, az ilyen 230-40 forint körül van, úgyhogy ez is olcsóbbak, mint otthon. Meg van ugye az Ursus, az ilyen nagyon népszerű, meg a Neumarkt, az kupakos. Úgyhogy hát én most úgy döntöttem, hogy tartok ilyen sörtesztet, mert megmutatom az eget nektek. Kikandikálunk, hát még itt van a fejem felett, most éppen elállt egyébként, de hát fog még esni. Meg a sátor megszáradt 20 perc alatt, most megint full víz az egész, úgyhogy így nem fogom elrakni, mert bizonytalan a nap vége, és este vízesen belefeküdni nem túl szexi. Na, miközben újra rákezd, addig ilyen régi módon mutatok nektek egy analóg térképet, hogy merre jöttem. Debrecen nem látszik, pont itt ezen a részén van. Itt volt Debrecen. Hogy itt van Debrecen, és akkor itt jöttem át Székelyhídnál, Margitánál, egészen Nagyfalú, Szilágysomjó, és akkor itt lejöttünk, itt szépen Csizér fele, Csucsának lejöttem, itt váltunk el a Hágónál Istvánnal, és akkor Csucsától ezen a szakaszon, ez egy nagyon forgalmas szakasz, az egyes út, ami gyakorlatilag ugye idáig van autópálya, és akkor innen összeköti Kolozsvárt, meg majd Marosvásárhelyt. De a lényeg, hogy ezt a szakaszt lebringáztam. Egyébként annyira nem volt gáz. Majd innen Bánfihunyadnál az 1R úton jöttem. Itt vannak a Kalota faluk. És ez majd az egész, az Erdély-szigethegység baromi nagy. És akkor innen jöttem végig. Itt van a tó, egy ilyen nagyon-nagyon széles formában van. És itt megkerüli az út a tavat, jön itt szerpentinezik, és itt ez a részét Murvának írja. Mondjuk azoknak a nézőknek, akik autóval vagy motorral akarnak jönni, elmondom nektek, hogy ez le van aszfaltozva. Ez ilyen nagyon Isten háta mögötti, se térerő, se semmi, tükör aszfalttal, gyönyörű helyen, motoron, autóba, biztonságban vagytok, mert a kutya nem tud veled mit kezdeni, majd jössz lefelé, a lejtmenet az rosszabb egy picit, itt becsatlakozik a 75-ös útba, itt csatlakoztam be Albaknál, azaz Fehérhegynél. Ugye ez a 75-ös, ami jön Nagyvárattól egészen Tordáig. Na most itt jöttünk le. És akkor itt jöttem tegnap végig itt Aranyosbányánál, Nagylupsánál, majd itt most megint vissza fogom hajtani ide. De hát igazából ideig akartam följönni, itt lehet nagyon jó ilyen gyalogtúrákat tenni, de ez most nyilván az időzítés meg a stratégia miatt bukó volt, úgyhogy innen fordultam ma vissza, és ez a 107-es út, és itt van Torockó, Rimete a névem. Itt googolok most épp a sátorba, és hallhatjátok, hogy szakad az eső. Na, a terv a következő lesz, egyébként csak mutatom, azért mutatom így, ilyen módon lássatok, hogy Kolozsvár, tehát autóval ez semmi, vagy motorral. Itt van Torda, itt van az a sóbánya, ahol a föld alá lehet menni, nagyon-nagyon érdekes, ilyen futurisztikus a külseje. De a lényeg, hogy én most innen délnek fogok tovább menni,
egészen Ajúdig, azaz Nagy Enyedig, majd onnan Alba Júliáig. Most ez egy igen komoly város, ez volt a régi erdélyi fejedelemségnek a központja, úgyhogy itt egy komolyabb túrát gondolni. Most az a terv, hogy a ma estét valahol még kihúzom, így Ingyír, viszont utána valahol nagyvárosokban mindig olcsóbban lehet szállást találni, mint így ilyen frekventáltabb időhelyen. Lehet, hogy itt néznék valami szállást, és akkor ott fel kell töltsek majd mindent. De a lényeg az, hogy további utam, az itt lesz sebes, az a 100 sebes, ez már itt 100 földe, és akkor onnan jönnék végig, és ez már a híres 67-es C út a Transalpina. Na most itt mindenképp úgy szeretnék jönni, amikor tiszta az ég, tehát nem esőbe, mert itt egy 2000-es hágót át kell majd mászni. Na most nekem eddig van a térképem, így, le fogok jönni Novácsig. Novácsitól keletnek veszem az irányt, az nincs rajta. Itt van ugyanez a másik zöldsárga út, ez a 7C, ez a transfogaras, és majd itt fogok visszajönni. Hát kb. Egyenlőre ez a terv, aztán, hogy hogy alakul az időjárás, és az erőnlét majd eldönti. Megszáradt minden a gyönyörű táborhelyem, levontva, szemét felpakolva, bicikli is, és jön a következő eső. Ezt már most ott nem bontok tábort, hanem megyek tovább, a következő faluba megvárom, míg eláll. Megindultam nagy nehezen, olyan jól el voltam ott a pusztán. A barom jó ez az út itt fákkal, két oldalt, jó árnyas. Már 31 fok van, úgyhogy nem is árt egy kis árnyék. Minden csont száraz le, de minden megszáradt. Úgyhogy estére a felszerelés össze van pakolva. És kezdődik az idilli tekerés délután. Egyébként 1:30 van, 2:30 órát olyan jól el voltam itt magamnak, hogy csak na. Beérkeztem Torockó-Szentgyörgyre. Néhány kilométert kellett csak jönni. És itt a következő falu, nagyon jó hangulatos. Azt már mondanom se kell, hogy tökéletes minőségű úton, ilyen árnyas lugasba. Mutatom közben a hegyet visszamenőleg, egy kis dróttal. Autentik trakkancs, és majdnem mondtam most már egy nagyon-nagyon csúnyát hallod, 5 perce nem jön senki, és megint, hogy megnyom a gombot, hallod egyfolytában. És ha már mutatom ezt a hülye buszt, akkor ilyeneket le tudtok stoppolni, mert ezek így nagyvárostól nagyvárosig viszik a népet, ide kiállsz az utcasarokra, és felszállsz rá, lestoppolod, és felszállsz rá. Ilyen egyszerű. Itt is panzió, étterem, busszal, autóval, ahogy tetszik. Ott van Székelykő, kúria. Na. Egyébként Torockón volt e-bike kölcsönző, csak szólok. Itt meg lehet úszni az emelkedőt. Csirkék el voltak rendezve. Szem volt appelláta. Hát ezek a házak, gyerekek. Zseniális. Mondjuk ez azért nem olyan puccos már, mint a másik falu. Közben itt megyek a tehén szarba. Ez elég brutális. Torockóból kifelé, ott a Castle fent, ami a bokrok mögül látszik. Panzió. Nem tudom, belefér a kamerába.
Na talán így. Ciao. Hát ez zseniális. Nagyon jó. Elbújt a nap, és kicsit nem bánom, mert így van most 28 fok, és így mondjuk ilyen egész elviselhető. Már itt nem más, mint Nagyanyed. Nem valami bizalomgerjesztő hely. Itt újítják az utat. Porosabb már nem is lehetne. Nagyanyed nem épp a legszebb arcát mutatja most. Mert fel van túrva teljesen. Mondtam, hogy átmegy a korod, de ha meg lesz valami gödör a végében, meg ilyen árok, nem tudok átjönni. Hát itt most mindent is építenek. Pont nem a legjobb oldaláról értem be, de itt van a Nagyanyedi vár közepén a templommal. Ez azért baromi jól néz ki. Kicsit csatangolunk itt a belsejébe. Nagyanyed látnivalói a vár mellett a kollégium, amit Bethlen Gábor alapított 1622-ben. Eredetileg Gyulafehérváron, majd át lett költöztetve ide. Az Egyetemes Magyarság egyik leghíresebb és legrégebbi oktatási intézménye. És egy picit elköszönök tőletek, ez a Gyulafehérvári főút. Hát ez a legrövidebb út, ott megy az autópálya egyébként mellettem, mondom. A Gyulafehérvár az, hogy honnan azt nem, de Kolozsvártól Gyulafehérvárig van autópálya. Ezt nem nagyon közvetítem, mert igazából ebben már az égvilágon semmi érdekes nem lesz. Igényes és árnyékos pihenőhely. Hát picit meg kellett már álljak. Iszonyatosan nyomott idő van. Kezdek kijönni a hegyek közül. Most hagytam el igazából az Erdélyi Középhegység, illetve Szigethegységet a mai nappal. Itt Nagyanyeddel bezárólag. Ez itt most egy ilyen pusztaság lesz, mondjuk ott van ott egy-két domb, de alapvetően ez egy síkabb terület, és utána jön majd a déli Kárpátok. És most itt taktikailag azt kéne kitalálni, hogy minél közelebbről kezdjem meg majd a mászást, és lehetőleg olyan nap, hogy jó idő legyen fönt a hágón, legalábbis az előrejelzések szerint, és addig meg egy pihenőnapot valahogy közbeiktatok. Úgyhogy most amíg itt tekerek ebbe a semmibe, addig ezen agyalok, hogy hogy legyen. Na, a sok agyalásnak az lett a vége, hogy Gyulafehérvárig fogok jönni. Már most megvan a szállásom. Kerestem ilyen kempingeket, de nem igazán találtam. A Bookingon volt egy-kettő ilyen egész tűrhető áru. Viszont találtam egy helyet, ami egy ilyen, hát, hogy mondjam, ilyen panzió, vagy ifjúsági szálló, vagy minek mondjam azt. Az a lényeg, hogy 80 leért, mondta a néni, azt mondta, jöhetek nyugodtan, magyarul beszélt, úgyhogy az egy teljesen korrekt ár érte. Úgyhogy az lesz a terv, hogy ezt én most elfogom, illetve meg fogom keresni most. Megvannak a koordinátai, elvileg vissza navigáció, délután 5 óra van. Ki fogok mosni mindenképpen itt a szennyes ruhámat, meg ami rajtam van már 4 napja, azt rendbe rakom. Kicsit rendbe rakom a csomagomat, és nyakamba fogom venni a várost. Így este felé legalább nem lesz olyan pokoli meleg. Ez lesz a mai terv. Nem olyan egyszerű ám oda eljutni. 34 fok van, mászom itt a
4-5%-os dombokat ilyen full szembeszélve. És ezért még megküzdök. Lesz 6 óra, így mire odaérek. És már látom ott a következő emelkedő. Az autópályára lovas szekérrel, meg kézikocsival nem lehet fölhajtani. Nagyon jó az a tábla. Azért ez így nem gyenge. A Fehérvár délutáni csúcsforgalom egy ilyen Redva Bringa úttal. Nem tudok menni kint. Thanks. Nem merek ott menni a kocsik közt, mert itt szerintem szoktak bringázni. Mert vagyok 2,5 kilométerre, aztán amikor valaki rám húzza itt a kocsit, mert szalagkorlát van. Nagyon komolyan mennek ám, hogy össze-vissza. De azt gyakorlatilag láthatjátok, hogy velem egy tempóban mennek az autók. Az a helyzet, hogy nagyon-nagyon feltámadt a szél, rendesen fogni kell a kormány, mert elborít. Nagyon erősen oldal szembeszelem van. Oh, ha itt újítják az utat, akkor a komplett végig mindent járdával. Na, lekanyarodtam végre arra a nagyon brutál részről. Ugye mindjárt ott vagyok, már 800 méteren van. Jó csendes lesz ez, reméljük. Megvan a szállásom, kedves nézők, itt Gyulafehérvár majdnem kellős közepén. Ez a templomhoz tartozik, ez egy ilyen kollégium, vagy minek is mondjam, van egy ilyen nagyon szép parkos része. Mondtam én, hogy felverem itt a sátrat, jó lesz nekem, de most gyerekek vannak, éppen nincsenek itt, azért jöttem le. Gyertek, nézzük meg milyen belülről. Van neki egy ilyen jó nagy konyhája, így. Aztán itt van egy ilyen közösségi terem. Vannak könyvek, itt a Nemzeti Dal, csak magyar nyelvű könyvek végig. Hát úgy látom, főképp ilyen fiataloknak szóló. Azt a mindenit. Egy csomó Verne van, a gyerekkoromban rengeteget olvastam. 6:30 van bizony. Úgyhogy menni kell, mert megyek be a belvárosba, csak gyorsan rendet raktam itt a cuccaim közt. Úgy láttátok, kimostam, most még gyorsan főztem egy kávét. Hát jöttem ma is 101 kilométer, meg kb. Vagy nem tudom, 400 szintet. És akkor nekem fent van a tetején a lakosztályom. Ezek itt végig a szállások. Itt van a WC és a zuhanyzó. Itt zuhanyoztam és mostan. Van neki itt egy ilyen WC-je. És akkor mutatom a szobámat, csak én ezt most nyitva hagytam, hogy hagyd száradjon ki. Bringa még ott van, de be fogom ide tenni, és akkor ez az én szobám. Most egy picit szétpakoltam, hogy hadd szellőzzenek a dolgok egy picit ki. Szortíroztam, töltöm a powerbankokat, mindent is fel fogok tölteni, mindent is elrendeztem, kimostam, kitakarítottam. Ugyanis az van, hogy 100 sebesig már nem nagyon lett volna értelme tovább menni. Ha ilyen középárfolyamon számoljuk, akkor olyan 6000-6300 forint között van így mindennel együtt. Már rendeztem is. Itt nem mondták azt, hogy holnap meddig el kell hagyni. Szerintem maradok, ameddig jól esik. Egy kicsit később fogok maradni, mert holnap egy rövidebb távot megyek, de erről majd később. Úgyhogy gyertek velem és menjünk be a városba. Gyulafehérvár, vagy harmadik Károly után Károlyfehérvár, a történelmi Erdély ősi fővárosa, illetve gyulafehérvári főegyházmegye, illetve a román ortodox egyház Erdély székvárosa. 1542 és 1690 között pedig az Erdélyi fejedelemség fővárosa volt. A város a Maros és az Ompoly folyó összefolyásánál emelkedő 230 méter magas dombon fekszik.
Neve onnan ered, hogy a fehér mészkőből épült római kori falmaradványok alapján az itt letelepedő szlávok Belgrádnak, azaz Fehérvárnak nevezték el. Nevének előtagja arra emlékeztet, hogy egykor az Erdély Gyula székvárosa volt, a római katolikus püspökséget pedig Szent István alapította 1009-ben. Virágkorát a Hunyadiak és Betlehem Gábor alatt élte. 1542-ben ide költözött Izabella királyné és Első János magyar király. Itt választották fejedelemmé Első Rákóczi Györgyöt. A 18. század első felében épített vár, falai és bástyái nagyobb részt ma is állnak. Az érseki székesegyház a 13. században épült, mely az erdélyi fejedelmek temetkezési helye. Benne ma is megtalálható a Hunyadiak síremlékei, valamint Izabella királyné és János Zsigmond fejedelem kőszarkofágja. A templomában erdélyi fejedelmek és püspökök egész sora nyugszik. Az ortodox székesegyház a Tárgovisztei templom mása. Hogy felmegyünk a várba, a Szent György kapu előtt látható, az 1784-es erdélyi parasztfelkelés kivégzett vezetőinek, Húriának és Kloskának az 1937-ben nevelt emlékműve. Híres emberek, akik kötődnek Gyulafehérvárhoz. Itt született Első Rákóczi Ferenc, második Apafi Mihály. Itt tanított Apácai Csere János, és itt halt meg Izabella királyné, János Zsigmond, Bethlen Gábor és második Rákóczi György. Testvérvárosa Székesfehérvár. Megmutatom nektek, hogy este 3:40 van, és így néz ki a szoba, hogy töltök mindent. Veszettem a ruhákat, meg van minden száradva. Amíg én ezekkel dolgoztam, addig ti egy gyönyörű snittet láthatatok Gyulafehérvárnak a belvárosáról, illetve a fontosabb dolgokat így kutyafuttába meg tudtam nektek mutatni. Azt gondolom, hogy ez semmiképp sem egynapos város. Azon kívül Torockó, illetve az Erdély-Sziget-hegység nyugati része is fantasztikus élmény nyújtott, nem volt unalmas az a nap, eső volt, lejtmenetek voltak, nagyon szép tájakkal, nagyon szép helyekkel, és nagyon kevésbé szép helyekkel, úgyhogy nagyon szépen köszönöm annak, aki végignézte velem ezt a részt. Várlak benneteket legközelebb is nagyon sok szeretettel. Sziasztok! Ha tetszett a műsor, a film alatti szuperköszönet gombon keresztül meghívhatsz egy kávéra, vagy egy fagylaltra. Ha pedig a csatorna tagságot választod, hamarabb és reklámmentesen érheted el a tartalmaimat. Most pedig nézzük, mi várható a következő részben. De vannak itt is ámházak, meg van kerékpárút. Itt kifelé Szászsebesből. Ahonnan jövök, teljesen jó idő van, ahova megyek, az az brutál. Na itt van a halva, ez már nem ilyen natúra, nem ízesített. Hát nem az esztétikum számít, hanem az íz.